azzal kezdünk, hogy megbeszéltük, hogy nem volt időm, soron kívül jöttem ki. Ez vállalta a drága győző, tehát ez a felár, ez 10 000 forint. Ez a kiszállási díj. Igen. Olcsóbban dolgozok a szomszédjukra való tekintettel, tehát a 70 000 forintos rontásvételt 50-ben megszámolom. Tehát ez 50. Szuper. Azt mondja, hogy ugye meg kellett szenteljem a házat, igen, az 10 000 forint. De ezt mások úgy csinálnak, hogy az egész házat, az minden sem. Hogy? Ha miért egész... nem hívott mást? Miért nem hívott mást? Akkor miért engem hívtak? Most ne haragudj, hogy nem én hívtam. Én nekem referenciám van, én ahon ott vagyok, ott tudi, hogy utána özönöm a pénzt, ennek a szellemek. Az egyhaz évben, hogy a plébános kijön. Meg a gyamacs, hogy ne veszi ima. Plébános tök ingyen, tök ingyen. Menjen a plébános. Tök ingyen ezt csinálom. Utólag már nem. Utólag már nem reklamálunk. Leír valamit, hogy valami 50 000. Azt, hogy most ő itt levett a győzőről. Az alkot. Tehát az, hogy valakit leültetünk a földre, gyújtunk 4 gyertyát, és valami befőttes üvegből elkezdjük őt locsolni egy fa feszülettel a kezében, hát ezt én nem 50 000-é, hát én 5 000-é is megoldom, naponta 2-szer is. Szerintem győzőnek, hogyha előszükség, én ezt meg fogom neki oldani. És akkor a kiszállási költséget nem tetszett számolni? Hát azzal kezdtem, hogy a 10 000 forint felár, amit beajánlott. Itt nem is jöttem volna. Jaj, be a fejezd ma, be nem kell vagy... Nem is jöttem volna. Hát tudja, honnan jöttem a francból? Hát én ide se jöttem volna. Hát de már engem most akkor írom, most akkor kifizetik, mert itt voltam. Levettem az átkot, levettem a rontát. Nekem az lesz a legnagyobb alkot, ha távozik. Hát ez már a maga dolga, de addig nem megyek, ameddig az ura nem fizeti ki, amit itt voltam. Mondom, azt mondja 5-6 év, ez kereken 85 000 forint. Ennyit kérek. A végén kiköpte azt, hogy 85 000, hát én akkor csak nevettem. Jó van, akkor Győző, ha hülye vagy, nesze neked, fizessék. Örüljön, hogy itt voltam. Zívhat lehettem volna magamnak. Örüljön, hogy itt voltam. Örüljön, hogy itt voltam. Ma most ami a, és nagyon az ember tetszik tudni, amihez az a rontott alak hozzá nyúl pénz. Már nem rontott. Ja, hogy aha, ehhez hozzá nem lehet nyúlni? Már igen. Jó van, jó van. 85. Szerintem ez nem búcsok, ez a 85 ezer, a 200 000 is kétlen, hogy mennyit is kifizettem volna. Én nem vagyok lúzer, de a csohanosságot levette róla, érzem. Könnyebb a májam, könnyebb a vesém, könnyebben érzem magam. Nagyon köszönöm, én nagyon boldog vagyok, komolyan. De tényleg most bejön 85 000, menj már rosszabb helyre is. Most ne vessék ki, nézz engem bolondnak. Én az én egészségemről van szó. Most bejön. Mindenki cselekedjen belátása szerint, de ha most itt vége a procedúrának, akkor köszönjük, és akkor a viszontlátásra. De ne dobd már ki a galadzsit. Hát mondom, a viszontla. Szagoljanak. Érzem, miből szagol. Nem. Jó munkát végeztem. Jó. Nagyon jó munkát végeztem. Majd itt akkor lesz rend és tisztaság, ha lejön Gyöngyi és kitakarít. Nagyon jó munkát végeztem. Köszönöm szépen, viszlát csókolom. Én a 85 000 forintot, azt most nagy hirtelennyében, hogy mire költöttem volna. Megmondom a nagyon őszintét, most úgy különösebben nekem nincs szükségem semmire, viszont egy mikrohullámú sütő és egy nagyobb méretű hűtő láda, fagyasztó láda, az jól lett. 85 000 forintért kaptam volna egy jó nagy méretű fagyasztó ládát. Igen, az úgy jól jött volna nekem most.